Kedves nézőink, vasárnap este búcsút vettek Magyar Polányban a korábbi Passió előadástól. Most erről láthatnak egy beszámolót. Fáklyás menettel és temetési szertartással búcsúztatta a Tömöri Péter által írt és rendezett Polányi Passiót az előadást szervező Magyar Polányi Passió Kulturális és Hagyományőrző Egyesület vasárnap. A rendezvény a tájház előtt dr. Bősze Ferenc, Sebe István és Tömöri Péter sajtótájékoztatójával kezdődött. Soha nem gondoltuk, hogy egy ilyen pillanat eljön, amikor egy érzelmileg is túlfűtött történetnek úgy néz ki, hogy vége szakad. Sok emberbe felmerült, és meg is kérdezték tőlünk, hogy miért tesszük, amit teszünk, hogy miért nem állunk félre. És én azt gondolom, hogy ha mindenki félreáll, amikor valaki úgy gondolja, akkor ezt csak azt fogjuk észrevenni, hogy mellőlünk is valakinek félre kell állni, aki közel áll hozzánk. Tehát ha valamit érzéssel, hittel képviseltünk 15 éven keresztül, azt nem lehet eldobni. Mert ha ezt eldobjuk, akkor mi a következő? Eldobjuk a családunkat, eldobjuk a szeretteinket? Tehát nem hiszem, hogy van ma olyan hit, amelyik bennünket arra szólíthatna fel, hogy amikor kiszakítanak bennünk valamit, azt csak tűrjük. A mai napon kívül van még hátra egy olyan időszak, amiért a becsületünkért, azoknak az emberek a becsületéért kell küzdenünk, akik vállalták az elmúlt 15 évet, a idejüket, a hitüket, az érzéseiket adták be a közösbe, akiket megvádoltak, akiket bántottak, és ez a történet ez arról szól, hogy ha engem bántanak, akkor mást is bántanak, ha mást bántanak, akkor engem is bántanak. Tehát mi azért folytatjuk tovább a magunk is küzdelmét, hogy le tudjunk zárni valamit véglegesen az életünkbe. Hogy miért kell temetnünk, mert így hirdettük meg a Polányi Passiót, akkor azt mondjuk, hogy mert jelet szeretnénk tenni. Az értéket nem illő félretolni, az értéket nem illő eltaposni, el lehetetleníteni. A konkrét lépések, ami miatt ma mi nem játszhatunk fönt, vagyis mert lett volna előadásunk, az volt, hogy nem engedte meg a Magyar Polányi Önkormányzat, hogy a területen fent játszunk. Nem engedte meg, mikor egy áprilisi, nem engedte meg, mikor két májusi időpontot kértünk. Arra hivatkozva, hogy akkor ott más rendezvény próbái folynak. Mi nem tehettünk mást, lévén, hogy a Polányi Passió a Polányi Kálvária dombra íródott, azoknak az embereknek testre szabottan, szerep szerint íródott, akik közül itt vannak sokan, és akik nélkül nem tudjuk eljátszani, tehát díszlet nélkül, mint ahogy Szőcs Géza barátom írta a 2002-ben, anélkül a díszlet nélkül, amit az Úristen teremtett csodálatosan oda a Kálvária dombra, a Polányi Passió nem létezik. Ezt jelenti, hogy mi temetjük, mert máshol nem akarjuk eljátszani. Ez a Polányi Passió úgy Polányi, hogy közben az országé, közben immár büszkén mondhatjuk Európáé is. Hogy volt? Volt. Ez lesz a mai estének a tanulsága. Itt ül körünkben Bősze doktor, dr. Bősze Ferenc ügyvéd, aki a jogainkat képviselte, mert mi hisztük, hogy ebben az országban van jog, és bizonyos dolgokban a jogot is érvényesíteni kell. Mert másképp félelem szüli meg az embereket, és a híresztelések, meg rágalmak benyálazzák az értékteremtőket. Úgyhogy én fel szeretném kérni Bősze doktor urat, hogy ismertesse azt, hogy
miért, milyen témában indítottunk pört a Magyar Polányi Önkormányzat ellen, és ez ellen az akció ellen, amely mindmáj napig a Polányi Passió nevét reklámcélokra, pénzszerzésre felhasználja. Köszönöm szépen a figyelmet! Tehát három jogterületen van érdeksérelem. Az egyik a úgynevezett versenyjog tilalmába ütköző tevékenység, amelyik felelősen állítom, tisztességtelenül kihasználja azt a múltat, azt a 15 évet, amit a Polányi Passió letett, felhasznál arra, hogy az átírt, újraírt és bemutatásra váró előadás sikeres legyen. Ezt a jog nem engedi. Ezt a jog nem engedi. Csak amikor azt fogom mondani, hogy az egyiket, amit kérünk, hogy tiltsa el a további jogsértéstől, mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez 2016 a legközelebbi időpont, amikor eltilthat valamit, valakit, valamitől a jog. Jövő héten előadás lesz. Ez a per elindult, e vonatkozásban egyértelmű, hogy fel kellett lépnünk. A másik ügy Sebe István személyét ért sérelem, ez a Passió Egyesületet ért sérelem, amelynél most Sebe István eldönti, hogy milyen fokú, milyen súlyod a sérelem, amely őket éri, ez a bizonyos elszámolás, nem elszámolás kérdésköre. A harmadik pedig, hogy Tömöri Pétert, mint szerzőt, milyen szerzőjogi sérelem érte, azt igazából akkor fogjuk tudni, amikor meglátjuk, hogy mi lesz az új bemutatandó mű előadása. Tehát itt tartunk most, hangsúlyozom, ezek egyfajta kötelező, mint a közönség által alig várt műkorcsáról beszélek, amikor van a nagy kűr, előtte van egy ilyen kötelező kis kűr, amit meg kell mutatni a versenyzőknek, ezeket le kell bonyolítani, le kell folytatni, de igazából az élet és ez az ügy sem erről szól, és nekem nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen emberek társaságában küzdhetek azért, amit ők 15 éve elindítottak. A fáklyás menettel a Kálvária dombhoz érkező résztvevők egy performanszon vehettek részt, melynek végén Tömöri Péter elégette a Polányi Passió kéziratát. Mióta